Szeretettel és igen nagy tisztettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A most következő sportműsorom hasonlít a többihez, hiszen most is egy labdarúgó eseményen forgattunk Tóth György, Erdei Viktor, operatőr kollégáimat, de ez a mai mégsem olyan, mint egy heti rendszeres bajnoki pontvadászat, ahol hétről hétre lehetett gyűjtögetni a pontokat, hogy megnyert az adott megyen bajnokságát. Most így volt ezzel mindkét mai résztvevő, a vendég Tatabányai SC és a hazai Bicskei Tornaklub labdarúgó csapata is. Az elmúlt 2018-19 évadban mindkét csapat remekelt a maga megyében, hiszen a vendégek Komárom-Esztergom megyében nyerték meg 13 pontos előnnyel a bajnokságot, mi pedig itt Fejér megyében diadalmaskodt plusz 17 ponttal, megelőzve a Sáros csapat, akik az utolsó fordulóban kikimentőzték le a feljutásokig, esélyes, végig pályázó fiakat. Na de nézzük mai mérkőzés, hiszen ilyen érdeklődésre csak 1991-ben az első Báder fogadó kupán volt, hiszen az a feljegyzések 1100-2000 szóltak, és az is a Tatabányai Bányász NB-es és az FTC kupa döntője volt, akkori főszereplő is a Tatabányai Bányász volt, hiszen a Bányász 17-ben megszűnt, 1910-ben Tatabányai és néven újraint. Igen, az utóbbi három év, azaz a 14-15-15-16-17 évben a Bányász NB3 szerepelt, és akkor 1910-ben megalakult Tatabányai Sportklub, azóta emekeli számpódásra helyezik a hangsúlyt, 16-17-ben megy a bajnokok le, 17-2-t is megnyerték, mondta a 18-9-es évad, azaz a mostani, és itt is torony magasan nyerték meg a bajnokságot megyékben, és itt egy gyönyörű légi felvétel, ez még jóval a kezdés előtt, mint egy 3 órával készült, Erdély barátom lábor, remek felvétel, és remek lesz remélem a halat is, önöknek is, meg a nézőknek is, hiszen bizony ezen az osztály emberi feljutásért vívott mérkőzésen remek volt a hangulat, és remek lesz a játék is, meg fogják látni összefoglalomban. A mérkőzés 2019-én 10-30 órai kezdett adták le a Bicskei Sport Center. Ezen kívül még játszott 3 mérkőzés, mi 3 jutásért. A mérkőzésen kívül Tiszafüred TVSC 2, ezen a mérkőzésen 0-2-es eredményt, tehát a debreceni csapat papírformák megfelelően idegenben nyerte meg a mérkőzést, Kemény Zsolt a 38. percben vezetés szerzett, rájra Tamásdi bevágta Mászze 2-0-ra nyerték a találkozót. Mit mondasz? Helyes, Jani? Győzünk? Nyerünk! Mivel? Jó döntet lenne! És a visszavágón? Ott megnyerünk? Helyes, jó, úgy legyen! Ez így legyen, ahogy mondta a szurkoló. Hallhatjuk a szurkolók véleményét is. Páran nyilatkoznak, itt a pillanatban helyett foglalók is. És Monáltat is meghallgatjuk hamarosan, hiszen ő a Tatabányai osztály, labdarúgóosztály vezetője. Mit vársz ezen a meccstől? Egy nagyon-nagyon szoros mérkőzés. Nagyon bízom benne, hogy egy apró tatabányai sikerrel tudunk távozni, de igazából az elmúlt jó kapcsolata, csak azt tudom mondani mindkét csapatnak, hogy hajrá, megérdemli mindkét csapat az NB3-at. Egész biztos vagyok benne, hogy ha nem ebben az évben, akkor a következőben fel. Tamás, majd meccs után számítok rád. Tehát hallhat a szurkolók emberek a mérkőzés, ki hogyan vélekedik. Itt vár a találtó. Hát igen, nagy rész, hiszen több ezeren vagyunk egy sporttelepen, és akkor még mondom a harmadik mérkőzés eredményét is, hiszen a Hévíz Balaton lellével nem egy-egyes döntetlen játszottak. A 52. percben Vas György a hazaiaknak szerzett vezetés, majd a 62. percben Bohata Ádám egyenlített, és alakult ki az 1-1-es végére. Békava előre 1902-2 csapatok előrének kelet estével, amelynek végeredménye 1-1 lett. Hazaiak részéről Dániel az 56-t egyenlített, hiszen a keleti Mari Norman 21-1 percben lőtt találatával vezetett 1-0-ra, és itt is így alakult ki a végeredmény, hogy a hazaiak hozták a mérkőzést, de győztek. Itt tehát a 4 osztály mérkőzésből vendéggyőzelem lett 3 döntetlen eredmény.
És hogy kinek lesz a visszavágó, azt majd meglátjuk 2010. június 15-én, hiszen ekkor a visszavágók egységesen 17 órai kezdett el, nek ezek a találkozók, Tabánya Bicske, DVC 2-füred, Balaton Lelle Hévíz és Kelen SC, Békés Csaba, 1912 előre 2 mérkőzések, és akit értelemszerűen jegyzik a góllövő listát, hiszen egy-egy gólosok vannak, Bohat Ádám Balaton Lelle játékosának van egy gól, Tamásdi Alex DVC 2 játékosának, Nagy Kemi Zsoltnak, Tímári Norman, Kelen SC Nagy DVC játékosa, Tóth Dániel a Békés Csaba játékosa, Hévíz játékosának is egy gól van, így a góllövő. Itt meg a tatabányai szurkolók, a Bicskei Sporttelep másik oldalán, NB3-as előírásoknak eleget téve, a Bicskei Tornaklub, labdarúgó szakosztálya mindennek megfelelt az előírásoknak. Itt egy kicsit a lányok, hiszen óriási tömeg, nem az a megszokott megyegyes nézőszám, és bizony dolgozniuk kellett keményen mindkét pénztárnak, csak úgy, mint a hazai, hiszen többen voltak, de nagyon sokottek lépésben jönnek a nézők, és mondanak is véleményt, hiszen Bábolnáról is jöttek, nem csak Tatabányáról. Hallgassuk! Melyik újságtól vagy? Nem újságtól vagyok, tévétől. Melyik tévétől? A helyi városi tévé, Bicskéről vagyok. Mondjál véleményt! Mi Bábolnáról jöttünk, és jó meccset szeretnénk látni. Helyes! És Tatabányának szurkolunk, meg közelebb van, mint Bicske. Szevasz! Hajrá, Bicske! Hajrá! Adjél már! Te hazabeszélsz! Te milyen? Én Bicskének, de Tatabányásznak. Helyes! Na tehát hallhattuk a bábolnai szurkoló, illetve tatabányai szurkoló véleményét is, hogy még mit, ez csak természetes, hogy a vendégszurkolók szurkolnak, mi pedig teljes gőzzel akiknek, hiszen szükséges ez a szurkolás. Ha már Bábolnánál járok, Bábolnát megtette az úr, elmondom azért, hogy a Tatabányától elszerzett 4-0-as vereség ellenére is bizodó a szurkoló, hogy Tatabánya 4-0 arányban győztősor fordulva Bábolnát, Sony Zoltán 2-t, Árbai Dániel és Wagner Dávid góljaival alakult ki a 4-1-es végeredmény. És akkor el kell mondanom, Tatabányának a 4-1-es mérlege rendkívül jó, csak úgy, mint a miénk. 24 győzelmük, igaz csak 26 meccsből, mi pedig 28-at játszottunk nekik, egy döntetlen a mérkőzés, és egy vereség, ez egy vereség még Oroszlán ellen hazai pályán volt ősszel, amikor kikapott a Bányász hazai pályán, Bányászból Wagner, illetve a Bányából Wagner Dávid, Oroszlánból pedig Kiprik, Dániel Korcsok, Krisztok verlik a gólokat. Az egyszem döntetlen Zsámbék ellen volt, 1-1, ott Zsámbék részül László Dávid, Tabánya részül Kiprik Dani volt. Tehát ez a mérlegük, 157-et lőttek, 11 kaptak a megyén. Hát ez megint egy más mérce, Komárom, Esztergom és Fejér megyét hasonlítani. Bajnoki mérce, itt bajnoknak a TK-ban nem lehet. Lehet azt mondani, hogy melyikének a bajnoksága erősebb vagy gyengébb. Ez sem mérdő ezen a találkozón, hiszen két olyan csapat mérte erejét ezen a találkozón magasan nyerték meg a megyeükben a bajot. Tehát csak úgy, mint a Tatabánya, mint a Fejér megyében. És akkor nézzük a mérkőzés játék vezetőjét. Olá Gábor, tartalék játékvezető Mónás, asszisztensek Bertalan Dávid és Kulcsár Dániel volt, valamint itt volt Rédi Attila, mint szövetség Dezső Ferenc játékvezető jelen, aki jól látogatott el hozzánk Bicskére. És akkor mondanám, hogy a Bicske csapat 1994-95-ben pedig hely az NB3-ban, 30 meccset játszott, akkor 10 győzelem, 10 döntetlen, 10 vereség, 47-47-es a gól. Hogy érzed magad itt? Bicskén, hogy érzed magad újból? Hásé, mi várható? Ismered a két csapatot? Szoros jó meccs. Mi? Szoros jó meccs. Szoros jó meccs. Kit tartasz befutónak? Te, mint Tatabányai. Én meg, mint Bicskei. Én Bicskét, te meg Tatabány. Ez így természetes. Akkor majd meglátjuk a végét. Szerintem ott fog eldőlni Tatabány. Szerintem is. Szerintem is. Ott leszünk, úgyhogy csau. Sziasztok. Abban az NB3-as Kérdi VSE csapata szerezte meg. Jobb gólkülönbséggel megelőzve Börösvár 72 ponttal legelsők, és akkor jött 55-96-os idény, és akkor nézzük. Polgármesterről? Polgármesterről.
Majd győzünk. Családi vállalkozásban győzelem? Helyes, így legyen. Tehát Páváról Bicske polgármester bizakodó Csabát Imre nyilatkozott, de ő Tatabá színeiben szurkol. Most igazi Bicskén játékos és edző is, tehát ők mondták el véleményüket. Tehát 95-90 van csapatunk 12-dik, tehát 32 ponttal. Ebben az évben első helyen a Gászer FC Agár csapata győzött, 50 ponttal, illetve lett bajnok, megelőzve most 6 pont. És akkor jött a következő NB3-as irényünk, 2010-11-ben, akkor csapatunk az 5. helyen végzett 46 ponttal. Első helyen a bajnok lett az NB3-ban, Dunajvár csapata 61 ponttal, Maglód csapatát. És akkor voltak emlékeink 10-től, hiszen ezt az első helyen álló Pálhalmát hazaiak otthonába, tehát a Dunajvári stadionban vertük meg 2-0 arányban. 11-12-ben csapatunk 14. lett és ezzel kiesett. 28 pontos volt a harmadik kerület, a Palafok és a Bicske csapata, és mi sajnos az utolsó fordulóban Sári-Sáp ellen szenvedtünk vereséget, és ezzel a kiesésünket jelentette a vereség, hiszen 3-28 pontos közül nekünk volt a legkevesebb győzelem, a kerületnek 8, Budafoknak 8, nekünk meg 7 győzelem mellett 7 döntetlen és 16 vereség, 33-51-es volt a gólkülönbségünk, és akkor kezdődik lassan a várba várt mérkőzés, nézzük gyorsan a két csapat összeállítását. A Vendrány Sportklub összeállítása kapuba bal, további Árvai Anton, a Károly, Roland, Éke Jervi, Barnabás, Lapse, Klaus Ádám, Fodor Martin, Solymos Zoltán és Farkas Viktor kezdő 11-en léptek a pályára. Középen a mérkőzés játékvezetője Olá Gábor, segítői egyes asszisztens Bertalan Dávid, kettes asszisztens Kulcsár Dániel, játékvezető ellenőr Kajbás Dezső Ferenc, szövetségi ellenőr Herédi Attila, aki újpesti volt labdarúgó és Tatabányán is volt edző, ő látogatott el hozzánk, ellenőr teljesen elégedett a rendezősége. Közben vannak a nézők, hiszen lassként veszi, az NB3-ban volt feljutásért vívott megyei elnök bajnokok csatár Bicskén a Bicskei stadion. És akkor nézzük a Tatabányának a tartalék padján, kik foglalnak helyet. Tombai András, ő a tartalék kapus, további játékosok Kovács Dávid, Szaniszló, Wagner Dávid, Kupánszki Balázs, Németh Attila Csaba, Kocsi Ergő és Víg Bence játékosok. A vezetők közül ott van Pénagy László, Masszőr Pál Lajos, Vér Zoltán technikai vezető. És akkor nézzük a hazai összeállítását gyorsan, mert de már nincs is rá időm elmondani, hiszen az első említésre méltó esemény most zajlik, hiszen a 13. percben kiveli erről a labdát, és csak hajszálon múlott az, hogy Varga Zoltán ne érje el a lasztit. Óriási lehetőség volt a Bicskék előtt, de folytatódik a támadás sorozat itt a bal oldalon a vendégek részéről is. Igaz, visszakerül a labda középpályára, és jönnek újból. Árvai Dániel próbálkozik, 2-4 védőnk között is próbál betörni Árvai, és az utolsó pillanatban be tud lépni védőnk, és tudott szerelni. Átszáll a labda, de itt is tudunk menteni. Nagyon örösen a hazaiak összetétele. Kapuba Zelizi Patrik, további játékosok, Sötét Dávid, ő a kapitány. Lak Imre, Madarász Ádám, Nagy Dániel, Fejnik Szilárd, Sort Pál, Molnár Viktor, Rigó Gábor, Varga Zoltán és Tornyai Tamás, és közben egy szép Zelizi védést láthattunk. Cserepadon foglalhat Rigó Máté, Valentics Márk, Veres Ádám, Farkas Máté, Takács Mário, Harangozó Dávid és Móri Tamás. Egy újabb Zelizi védés. Vezetők közül ott volt Vukmér Dagan, vezetőedző Masször Nyúl István, Nagy György technikai vezető és Kamiáti Péter klubigazgató, és egy újabb beadás, és a játékos, a Tata játékosa még be tudta kanalazni jobbal védőnk szorításában a labdát. Ezúttal jobb oldalon próbálkozunk, jön egy kemény lövés, amely elsuhanott valamennyi csatárunk előtt. Egy újabb lehetőség volt csapatunk előtt, de ebből sem lett gól. Jön a baloldali szöglet, kifejelik, újabb, ez már a harmadik szöglet, Lak Imre kapja vissza, és most a beívelése hosszú. Pörögtek az események, mint egy 1000-1200 néző volt jelen ezen a találkozón, és jön vissza újból a vadás. Ott van még Lak Imre, lövése azonban lecsúszott a labda a lábáról, és így jócskán elkerülte az a vendégek kapuját, Madarász tette ki a lasztit, Vargának, Varga jó fordul be, középre teszi a lasztit,
Rigó ballal egyből nyesi be labdát Ivelibe, és ott a helyzet, és ott a gól! Tordei jó voltából, igen ám, de a partjelző lenged, hogy le sem volt Tornyai, nézzük meg, mit látunk ebből a szögből, nem sokat, nem hiszem. Itt visszakerül a labda Varga Zoltántól, Rigó Gábor kapta alaszt itt, Rigó elmegy Farkas Viktor mellett, leteszi a labdát. Hát igen, innen is lehet látni, hogy sokkal előrébb van Tornyai, de igaziból mi nem tudjuk ezt megítélni, de azért van a partjelző és a játékvezetőse segítsen a játékvezetőnek, és ez valószínű, hogy jól tette, hiszen ő állt vonalban, mi csak bírálni, kritizálni tudhatjuk ezt az eseményt, itt pedig egy szép védés láthatta Lizi részéről, de szép volt a lövés is. Tatabányai kapus kirugását láttuk, egy labda kezelés ide-oda pattog, és hát igen, elesett a játékos, Solymos Zoltán és szabad dugást ítélt a játékvezető. Jön vissza a labda, támadásban maradnak a tatabányaiak, madarász viaskodik, hát ebben bizony végig ilyen harc ment a pályán, amit itt Soltész, Barnabás és madarász részéről láttunk, óriási volt a tét is, nagy volt a küzdelem, most nagy lendülettel hozzuk, Fejlik tette vissza a labdát, már ott a labda, de az utolsó pillanatban egy tiszta szerelést láthattunk a tatabányai védőtől. Itt fehér mezben játszó vendégek, a tatabányaiak eladták a labdát, illetve Fejlik Szilárd szerezte azt meg. Jól teszi a labdát Nagy Dani vissza Fejliknek. Fejlik, Nagy Dani ott van mellette, asszisztál, hagyja Fejliket, hadd menjen. Jó a passza Vargának, Varga teszi vissza egyből. Egy picikét, igen, picikét hosszan tolta meg, és a belépő jó volt a védő részéről, így tisztán tudtak szerelni a vendégek. Újból egy beadás, oda kerül sötéthez, és mekkora helyzet, kérem! De nem tudott kellőképpen összpontosítani, sötét íme, lassítás, még egyszer, a kapus pont oda tenyereli sötét lábára, de valahogy nem tudta eltalálni jól. Bizony ez ott volt az ötés farkán, ez a helyzet, amiből csak helyzet maradt. Tornyai keményen belőtt labdája, megpattanott a buckán, de nem ért bele senki, és így oda az újabb bicskei lehetőség. Tehát helyzetek most már vannak, csak gól nincs egyelőre, de nem is lesz, hiszen már láthatták a kedves nézők, hogy 0-0-ra végződött ez a mérkőzés a Bicske és Tatabánya között, de azért a helyzeteket, illetve az érdekesebb jeleneteket összevágtuk önöknek. Nagy Dani újból kitolja a labdát, ez az előző helyzet ismétlése. Tornyai olyan lövésszerű beadást választott, hiszen túl hosszú volt ez valamennyi játékosunknak, Fejliknek is, Varnak is, mindenkinek, sőt a védőknek is. És akkor íme itt vannak a tatabányai ultrák, füstfelhőbe borítkoztak, és így szurkoltak a nagy melegben, óriási, mekkora szurkást végeztek, de nem csak ők, hanem a bicskelyek is, hiszen a Skei Tigers szurkolói csoportja is itt van ezen az oldalon, és ma kitettek magukért, de valószínűleg idegenben még jobban ki fognak tenni, kell is ez a buzdítás, itthon is, idegenben is. Le a kalappal mindkét szurkoló tábor előtt, hiszen végig szurkolták a találkozót. Na nézzük még egyszer, Varga remekül indítja ott játékos társát, ha jól látom, madarász megy el. És nincs szabálytalanság, megy tovább az akció, és egy picit a beadás játékosunk mögé megy, és így oda lehetőség. Egy eladott labda a tatabányak részéről, Tornyai Vargához továbbított, Varga nézi, hogy kinek, kit lehet megjátszani, és rövid a beadás, ez pedig mellé már hazadta a vendégek játékosa egy bedobás után, oda kerül hozzánk, cselezget, Nagy Dani lágyan teszi a labdát, és ott az újabb helyzet. Nagy lehetőség volt, Rigó kapásból. Az öt és felesre emelte be a kapus kezei fölé. Ez volt tehát a 36. perc eseménye. Amikor Nagy Dani lágy ívelését Rigó kapásból a jobbik lábával vágta fölé. Nagy helyzet volt ez, kérem, a 13. és a 22. perc után újabb bicskei lehetőség volt a hazaiak előtt. Itt egy gyorsan elvégzett szabadrugás, Fejlikhez kerül, és Fejlik Szilárd kapura csavarja a labdát. Igaz, volt ott egy érkező is,
de nem lett belőle sem, nem érkezett oda a csatáig. Molnár tette ki balra a labdát, Benyedik Szilárdnak, Szilárd rátámadó védő mellett, Benyesi oda a kapu, a rövid kapufa tövére, de még odért Balla Oliver is könnyedén tenyerelte ki a lasztit. Itt pedig arról jön a Tatabányiak szöglete. Kifejelik védőink, majd tovább, itt már lökés látott a játékvezető. Egy újabb Tatabányai akció, lassan vetér az első játékrész összefoglalója. Még próbálkoznak egyet a Tatabányaiak. Teszik be a labdát oda középre, és egy nagy mentés, bizony, de nagy mentés volt ez védünk részéről. De még nincs kint a labda, újból ívelik be. Ez a labda már hosszú, hát és itt egy próbálkozás. Az ellenfél játékosa részéről próbált egy 11-es kiharcolni a Tatabányai játékos, de ezt a rutinos Olá Gábor játékvezető ezt nem ette meg. Oly, itt egy labda szerzés, igen ám, de hajszálon múlott, hogy nem szerezte meg játékosunk. Egy újabb indítás Vargától, Pejlik, és Pejlik Szilárd szerzi meg, és itt is az utolsó pillanatban tudott menteni a Tatabányak védője. No kérem, ennyi volt az első játékrész történése. Nem olyan sok esemény, inkább főleg a bicskelyek próbálkoztak, hiszen 13. percben fejlik beadását Tornyai vágta jobb alsó sarokba, igaz, a szépséghiba csak az volt, hogy ezen tartózkodott csatárunk. 22. percben a hazai szögletet követően Balla éppen sötét elé tenyerelte a labdát, ő azonban a reflex mozdulata mellé helyezte. És akkor nézzük a második félidő történéseit, hogy mi történik. A nézőket azt látjuk, hogy teltház fogadta a két csapatot itt a Bicskei sporttelepen, a centerpályán. Egy szabadugás, gyorsan elvégezték a Tatabányaiak. Kikerül a labda a jobbra. Na nézzük, mi lesz ebből a vendégtámadásból. Aj, egy lövőcsel, és egy kemény lövés, amely kipattan a védőről. Farkas Viktor volt az, aki rásuhintotta a labdát, de még beléhez ért volna. Egyik játékosunk combjáról kikerült a labda vissza a mezőnybe. Íme még egyszer, Tatabányaiak támadása, jó a forgatás, át jobbra. Két védő között próbálkozik Farkas Viktor, illetve most kapja Viktor, igen, maga elé teszi, egy lövőcsel, túljut Lak Imrén, és jobban pedig rásuhintott a lasztit. Ha jól láttam, Molnár Viktor volt az, az, aki nem tudott blokkolni, itt pedig Solt Bali fejelte ki a labdát végül is, és mentettünk. Egy bedobás után jön vissza a labda, és egy felszabadító rugás Solt Balitól. Újból jönnek a vendégek, a Tatabányaiak, ide-oda fejelik a labdát, bekerül a labda oda középre. Farkas iramodik meg, és egy jobb lábas lövése, jaj, de kellemetlen volt, és még mindig ott van, most fejeljük ki. Még mindig nem tudjuk megszerezni, na, végre Solt Pál ment oldalvonalon túlra, itt tehát bedobás. A vendégek javára nézzük meg még egyszer ezt az akciót, bedobással indult, rossz helyre. Nem jutott el a labda Varga Zoltánig. Visszafejelték a fehérmezben játszó Tatabányaiak. Itt sem tudjuk megszerezni, Solt Bali nem tudja fölrúgni a labdát. Kicsit kifrit rugott, pörög a labda. Jönnek a Tatabányaiak. Újból most fej passzolgatást láthattunk. És bekerül a középre. Ugyancsak Farkashoz, a kis apró termetű Tatabányaiak játékosa, lövése szánjál magát, és megpattan a labda, de Zelizi bravúrral nyomja ki onnan a jobb alsó sarokból ezt a lövést, ezt a labdát. Még mindig nincs vége, végül is Nárgy az, aki kifejelte, hiszen visszafelé jött a labda, így Zelizi nem tudhatta azt megfogni. Itt pedig, hát valószínű, hogy Lak Imre hozzáért a fehérmezős játékhoz, egy kemény lövés Farkas részéről, újból és egy szép védés Zelizi Patriktól. Íme még egyszer, kb. 20 méteres szabadugás, Farkas keményen meglövi, és bizony Zelizinek kellett védenie, hogy az ne akadjon be a Bicskelyek kapujából. Bal oldalról jön a szöglet, és egy fejes, amely fölé szállt. Egy szöglet. Nagyon távol vagyunk, alig látunk valamit, elnézést ezért. Önöktől, operatőr Kölagám, kicsit közelít
lehetett volna, és akkor én is jobban látnék, és akkor íme itt vannak a vendég szurkolók, akik szép számmal jöttek át 22-23 kilométerre lévő Tatabányáról, hogy szurkoljanak kedvenc csapatuknak. És ha már említem a Tatabányákat, ennek a mérkőzésnek a visszavágója június 15-én Grosics Gyula stadionban lesz Tatabányán 17 órai kezdettel. Ott is nagy közönségre számítanak a szervezők, hiszen nagy az érdeklődés a két csapat játékára, mi harmadszor kerülhetnénk fel az NB3-ba. A nagymúltú Tatabánya pedig, akik már játszottak nagyon sokat NB1-be, NB2, NB3-ba, az utóbbi három évet kénytelenek voltak egyéb okok miatt a Megye 3-ban kezdeni, és ott játszani, és onnan fölfelé jönni, Megye 3, Megye 2, Megye 1 bajnoknak lenni, megnyerni ezeket a bajnokságokat, és most itt vannak az osztályozón, az NB3 küszöbén egy fejjel való passzolást láthattunk, még nincs kint a labda, egybeadás jön a Tatabányak részéről, de túl kifelé jött az a laszti, de még mindig ott marad náluk a laszti, nem tudjuk megszerezni, ezúttal beszorultunk. Egyfejes Soltpali részéről még mindig ott van a laszti, Katona Károlynál, Katona, olyaj, három bicskeivel nézett farkaszemet, és itt egy jobblábas lövés Kovács István részéről, de lecsúszott lábáról a laszti, és így fölé és mellé, mint az a labda. Így továbbra sincs gól, nem is lesz, de helyzetek jönnek, helyzetek vannak, élvezi a közönség. Egy beadás, és ott az ittszer, de mekkora fejes volt, kérem, ha jól látom, Soltész Barnabás az, aki fejelt, és nem tudta eltalálni, szerencsékre legyen mondva. Itt pedig most már Tornyai vezetgeti a labdát, cselezget, és egy befasz Rigóhoz akar továbbítani, vagy Vargához, de nem jutott el a labda. Íme még egyszer, Soltész Barnabás kiteszi oda jobbra a lasztit, és jön a beadás. Árvai Dániel teszi be középre, és bizony ott van Soltész Barna előtt a laszti, de nem tudott kellőképpen bólintani, és oda lett a lehetőség. Hát ez eddigi talán legnagyobb helyzet volt, amire rá is készülhetett a csata. Itt egy ballábas lövés, na viszont itt is megvan a válasz, hiszen egy remek lövés, és egy szép védéssel befejezve, hiszen Bal Olivér remekül nyomta ki oda a balsarokba tartó labdát. Varga Zoltán teszi vissza Rigó Gabinak. Rigó Gabinak köztudottan ez a jó lába, a bal láb, és bal lába megsuhintja, be is akadna a labda, de Balla Olivér remekül tolta ki a labdát szögletre. És akkor itt pedig már szabadrugáshoz jutottak a tatabányaiak. Közel az oldalvonalhoz, közel a közönségükhöz. Szabadrugás a fehérmezes vendégcsapat javára. Ívelődik be a labdát a hosszúra, és bizony Soltpalinak kellett kifejelnie a labdát, hogy a rátámadó Kovács István ne fejelje be a labdát, de igaz, Kovács már szabálytalankodott vele, hiszen Olá Gábor játékvezető nagyon határozottan és nagyon helyesen, íme még egyszer lelassítottuk ezt a jelenetet, lökte a fejelni igyekvő Soltpalit, és ezért jogos a szabadrugás kifelé. A három játékvezető remekül vezette a mérkőzést, kiválóan, és itt vannak a tatabányaiak, a túloldalon buzdították végig megállás nélkül csapatukat. Hát igen, ők is szeretnének a nemzeti bajnokság harmadik vonalába kerülni és ott szurkolni csapatuknak, hiszen a stadionok nagyon szép, a stadionuk, a Grosics Gyula stadion, és a nagymúltú bányász szurkolói joggal pályáztak föl, de hát mi is elmondhatjuk azért, hogy nagyon szeretnénk harmadszor is NB3-ba kerülni, és itt egy csere, hiszen érkezik Móri Tamás a pályára. És akkor nézzük, hogy mit hoz az Bicskei támadás. Nagy Dani éveli be a védők mögé, és Gassner Roland pedig kifejelte. Jön a szöglet, jönnek a védők is, kifejelték. Jóton Móri adta be a szögletet, az ő beadását. Itt pedig egy kontra a tatabányok részéről, egy határozott szerelés. Rigó Gábor részéről, és utána egy felszabadító rugás. Íme még egyszer ez a jelenet. Remek ez az ütempassz a fehérmezes játékos részéről, és
itt pedig egy tiszta szerelést. Igó Gabi az, aki szerelt határozottan. És itt pedig egy szabálytalanság. A játék vezető le is fúj, de valami kakaskodás volt, ezt nem értettem, hogy mi volt ennek a lényege. Itt egy újabb kemény ütközetet láthattunk, és egy jó labda kihozatalt nem, mert Sori megmozdulását a játék vezető szabálytalannak ítélte. Itt egy újabb kemény határozott szerelés, sötét Dávid részéről, és kihozzuk a labdát. És íme, négyen vagyunk, három ellen, óriási a létszám, fölény kérem, Rigó Gabi, és jön vissza a labda, de Rigó nem tudta átvenni. Óriási lehetőség volt, kérem. Nézzük meg még egyszer, hogy mi volt itt. Hiszen négyen kontrasztuk le a tatabányaikat. Itt még szépen tartják, teszik vissza a labdát, de rövid a labda Soltésznak, őt megelőzi Rigó Gabi, és egyedül vezeti. Mellette Tornyai, elől Móri, itt jobb oldalon Móri megy, két védő között kéri, de nem kapja. Átkerül a labda oda, balra, Vargának, Varga visszateszi egyből, és nem jó az átvétel. Óriási lehetőség volt egy csapatunk előtt. Na de semmi baj, jön még az újabb támadás és újabb próbálkozás a mérkőzés folyamán. Újból próbálkozunk, és ott a lehetőség, de az utolsó pillanatban hazaadnak Varga Zoltán elől, és így oda a lehetőség Tornyai, még alapvonal előtt beadja azt itt, ott van még Móri, Tamás előtt Móri, mag elé teszi, egycsel, kétcsel, hoppá, ott botlatozik, elesik, lehető, ott van a tett közelében, és határozottan mutatja, hogy álljon csak föl, Móri sportás, és megy tovább az akciónk, itt meg egy szabálytalanság Madarásszal szemben, szabad dugásról 22-23 méterre, Balla Olivier kapujától az ítélet, végrehajtó pedig nem más, mint Molnár Viktor, Vigya fut neki, a közönség kérte, hogy oda helyére, de nem tette be helyére, hiszen Jócskán kapu mellé ment. És akkor jövünk újból, Móri tette ki a lasztit balra, ott egy ütközet pályán Valentics Márkis, fiatal játékosunk, de egy ütközés után lekerült a földre, és ezúttal a bal oldalon próbálkoznak a tatabányaiak, Kovács Dávid tette be oda a labdát, és egy lövés Soltész más részéről, de Soltész lövése mellé is ment volna, azért biztos, ami biztos rajta volt Zelizi. Íme a közönség egy része, akik nagy szakértelemmel figyelték végig a mérkőzést, a Tigersek szurkoltak. Itt egy újabb lövés a tatabányaiak részéről, Kupánszki Balázs lövése pedig fölé szállt, és íme a Bicskei Tiger szurkolói megtöltötték azt a szektort, de kapuk mögött, túloldalon és itt a bejáratnál is jócskán voltak nézők ezen a mérkőzésen. Itt közben Móri esik el újból, Varga fedezi, jaj, rossz helyre passzolja, megszerzi Kovács Dávid Szaniszló, és jöhet a kontra most a verészről, de nem sokáig, hiszen Fodor Martin veszített el hamarjában a labdát, és így jöhetünk mi újabb támadásra. Bekerül a labda, illekerült volna ott, ha ott az egyik védő, nem rúgja ki és nem ment. Íme még egyszer, Madarász beadás, igen, itt kezezést reklamáltak többen, a tatabányai játékosnál kezezést láttak, de a játékvezető nem, és ez a sors döntő, hogy ő mit lát, és engedte tovább menni. Egy újabb támadás, Soltpál, nagy keresztje látható, remek a labda Mórinak, Móri remekült, kezelte le csak úgy, mint valamennyi találkozón. Hozzá ragad a labda, és most megiramodik ott a gólhelyzet is, lövése oldalhálóba köt ki. Ordító nagy helyzet, bent ketten is várták, Varga és Torony volt bent, igaz védők voltak mellettük, de talán az, vagy talán ez nem lehet tudni, most már utána vagyunk, hogy mi lett volna a jobb. Igaz, ezben volt Tomi, elvállalta, nincs ebből semmi baj, hiszen centiken múlott, hogy nem lőtte be a labdát a tatabányok kapujába. Íme Valentics remekül teszi vissza a labdát. Móri, 1-2-3 védő között, rátámadó védő, a negyedik, azon is túljut, és már ott a gólhelyzet. Pallal helyezi is, és egy centikkel megy mellé lövése, az a fránya labda, hogy nem akad be. És akkor bal oldalt, a másik oldalon tatabányai szöglet, jön a szöglet, és jön a fejes. Ha jól láttam, Solymos volt az, aki lefejelte, gólhelyzetben, nagy helyzet volt ez is, és még ott marad náluk újból, egy visszatett labda. Tudunk szerelni? Hát eléggé beszorítottak most a tatabányaiak,
hiszen újból és újból próbálkoznak. Kovács tette ki a labdát, végül is szereltünk. Újból náluk marad egy beívelés oda 16-osra. Madarász és Soltész. Soltész beteszi a labdát. De nagy lövés lehetett volna egy Solymos Zoltántól, ha nem blokkoljuk. Már pedig védőink blokkolták. Na kérem, ennyi volt a mérkőzés rövid összefoglalója. Nagy meccs volt, óriási mérkőzés volt. Jó érzés volt látni, hogy ennyi embert érdekel a derbi, rengeteg semleges szurkoló is ott volt Komárom, Esztergom és Fejér megyei településekről. Igazi futballünnep volt az osztályzó első felvonása. Igazságosnak mondható az eredmény. A Bicske dominált a találkozó jelentős részében, azonban a második fél időben magára talált a Tatabánya, és hosszabb perióduson keresztül veszélyesen kontrázott. Semmi sem dőlt el, azonban június 15-i 17 órakor kezdődő visszavágón egyetlen lőtt góllal is kedvező pozícióba kerülhet csapatunk. Mint a sorsolás pillanatában várható volt, két közel azonos játékerőt képviselő csapat került egymással szembe, és a Tatabánya fiatalos lendületét jól kompenzálta a rutinosabb és veszélyesebben támadó Bicske, amely egy hajszállal közelebb állt a győzelemhez. A Bicskei Tigers szurkolói csoporton ezúttal sem múlt semmi sem, de a bányásztábor is nagyot alkotott. Míg a kék füstfelhő és egy pályára bedobott sörös doboz ellenére is, minden bizony a táblásház is infarktus gyanús mérkőzés lesz a visszavágón is a Grosics Gyula stadionban, ahová BTC ingyenes szurkolói goszt is indít, amelyre csütörtökig lehet jelentkezni a klubházban, Bicskén. És akkor itt jönnek azok a fiúk, akik 21 mérkőzés a Veretlenek, Sot, Molnár, Varga, Rigó, Zelizi, Patrik, Fejlik, Lakimi, Valentics, Veres Ádám, Takács Mário, Móri Tomi, Rigó Máté, Valentics, bocsánat, Farkas Máté, és most jön Nagy Dani, valamint Harangozó Dávid, Solt Pál, Madarász Ádám, Tornyai Tamás, és a végén jön Vukmir Dragán, aki 21 mérkőzés óta veretlen a Bicske csapattal. A klubvezetés itt mond köszönetet mindazoknak a segítőknek, akik kint voltak ezen a napon, a jó időben megtettek mindent, hogy ez az osztályozó mérkőzés zökkenőmentesen folyjon le. Köszönet a négy pénztáros hölgynek, az Euróvéd biztonsági szolgálat szakembernek, a büfét üzemeltető szép, aki kollektív dolgozóinak, a BTC alkalmazottainak, a társadalmi munkában, a rendezőségben jeleskedő kollégáknak, a Tigers csoport tagjainak. Köszönet az érdeklődő szurkolóknak, akik végig sportszeren buzdították a két csapatot. Nagyon bízunk abban, hogy Tóth György, Erdély Viktor is jó magam által felvett videófelvételekkel tudtunk önöknek egy kis örömöt szerezni. Külön gratulálunk a két csapat küldöttségének, akik profi módon tudták elviselni ezt a 0-0-át. Reméljük, hogy a visszavágón már egy nyíltabb játékot és egy több gólos mérkőzést hoz. Bízzunk abban, hogy ebből az ütközetből csapatunk kerül ki majd győztesen. Ezek után P. Nagy László, Molnár Tamás és Bukmir Dragán nyilatkozata közben. Most ezúttal nem a gólokat fogom felidézni szokásomnak megfelelően, hanem a közönség soraiban jártam és onnan adok vágóképeket az önök otthonába. És akkor kérem, még egyszer hallgassuk meg a három riportalanyomat, akik nyilatkoznak a mérkőzésről. Én ezennel megköszönöm megtisztelő figyelmüket innen a mikrofon mellől. További jó pihenést, jó kikapcsolódást, viszont halásra, viszontlátásra. Kedves nézők, P. Nagy Lászlót látják, a tatabányai csapat vezető edzőjét. Nem is olyan régen még itt voltál edző, Bicskén. Milyen érzésekkel mentél el, és milyen érzésekkel jöttél ide vissza hosszú idő után? Hogyan érezted itt magad, mit láttál, mit tapasztaltál itt a Bicskei sporttelepen? Köszöntök mindenkit, csak jó értésem van Bicskével kapcsolatosan, hiszen nagyon szép évet töltöttem itt el. Igaz, hogy nem sikerült túl jól az a szereplés, megmondom őszintén, voltak különböző okok, amit ne hánytorgassunk. Jó emlékek fűznek ide, ezt örömmel jöttem vissza. Hát csodálatosan szép stadiont kaptatok, az nagyon-nagyon szép lett minden. Hát igazából itt voltam, tudom milyen volt a régi, ez egy csoda, egy kisebb csoda, úgyhogy itt lehet focizni. Abban rimánkodtam, hogy ne kapjuk a Bicskét.
mondtam, hogy mi a NB3-hoz szeretnék velük találkozni, hiszen hát ismertem, tudom, hogy milyen jó csapatuk van, csapata van a Vicskének, úgyhogy sajnálom, hogy összehúztak benne, hogy egyikünk el fog búcsúzni. Úgyhogy nagyon kemény meccs volt a mai is, szerintem a szombat is az lesz, hát itt nagyon sok szerep lesz már a szerencsének, meg stb. Stb. Mm-hmm. Hát azt gondolom, hogy ez az eredmény ez mind a két csapatnak tűrhető, tartató, aztán jön a szombati mérkőzés. Hát igen, igen, de mégis, te hogy láttad? Tudom, hogy pártos szemmel te Tataványát láttad, hogy jön meg, de ugye a helyzetek alapján ki állt közel a győzelemhez? Azt hiszem, hogy az is partiban volt szerintem, mert ott a Morcinak volt egy nagy zicsere, ott amit berokatott volna, nekik meg itt a másik oldalon a utolsó percbe, úgyhogy igazam azt gondolom, nagyon igazságos az eredmény. Most egy két egyenlő erők, egy erejű csapat csapott össze, nem volt sok különbség igazából. Szoknunk el ezt a ritmust, ezt a légkört, mert azért ez más egy ilyen osztályzó mérkőzés. Én már játszottam még NB2-ben a Tatabányával, az más, az egy más szint, az teljesen más, ezt meg kell szokni. Hát sokan ezt még nem szokták meg, de remélem, hogy meg fogják szokni. Hétvégén már egy második meccs lesz, az már szerintem sokkal jobb lesz. Aci, ti is torony magasan nyertétek a magatok megyéjében a bajnokságot, mi is. Mégis te hogyan látod a visszavágásnak a esélyeit? Nem adok több esélyt magunknak, mint a Bicskének, az az igazság, mert a mai meccs alapján nagyon hasonló csapat vagyunk. Hát talán a hazai pályában bízom, semmi más előnyünk nincs, csak a hazai pálya. Hát meg őszintén, ez a 0-0 nem nektek kedvez, mert ha Tomiék rúgnak ott egy gólt, akkor már az 1-1 az Bicskének kedvez. Persze, az veszélyes, igen, de? Az veszélyes azért. A 0-0. Hát nektek is ki kell támadni, és azt talán a Bicskének hajtja a vizet, hogy esetleg kontrákból építés gólt. Szerettünk volna gólt lőni, hiszen mi azért a bajnokságban nagyon sok gólt, nagyon keveset kaptunk, azt ma is látod, hogy nem sok helyzetet tudnak elnünk kidolgozni. A Tomi helyzetén szerencsénk volt, de igazából azt gondolom, hogy az hazai pályán biztos, hogy több helyzetünk lesz, mint ez. Hát én abban bízom, hogy Tomi megint mellé fogja rúgni, hogyha játszik. Hát én meg nagyon bízom benne, hogy gólt fog rúgni. Igen, ezt most én mondom, ez te igen, meg te igen, most hallgatod, úgyhogy bízakodok benne, hogy ennél több zicserünk lesz, és akkor tovább tudunk, vagy följebb tudunk kerülni. Nagyon sajnálom, hogy így összekerültünk, mert én ennek nem szurkoltam. Sajnos Fortuna így hozta össze. Mi szólsz a közönséghez? Hiszen óriási közönség volt itt a Vicskepályán, utóbbi években, évtizedekben nem volt egy néző. Hát szenzációs volt a hangulat, úgyhogy megmondom őszintén. Hát ebbe öröm játszani, élmény játszani. Egy-két játékosra most megbénított egy picit ez a hangulat, de hát remélem, hogy jövő héten átesnek ezen is. Átesnek a tűzkeresztségen, szerintem mindkét tábor kitett magáért, úgyhogy mindenkinek köszönöm, a Bicskeieknek, a Tatabányaiaknak szenzációs hangulat volt. És a pályatalaja milyen volt szerinted? Megmondom őszintén, hogy hát itt voltam edző, tudod, hogy miről beszélek, szenzációs, azt gondolom, hogy ez minden egyes osztályban menne ez a pálya. Hát Pöcsi, nem kívánom, hogy nektek további sok sikert, hiszen pont egymás ellen játszunk szombaton, majd meglátjuk szombaton, mi lesz a visszavágón. Én azt kívánom, hogy játszunk egy jó meccset, és győzzen a jobb csapat. Ugyanezt tudom mondani, hogy a Jobbik fog nyerni, biztos vagyok benne. Hát, hogy a hosszabbításra kerül, és akkor a hosszabbítás is, a 11-es rúgások, lútria az egész egyébként, hogy nagyon bizakodok abba, hogy hazai pályán mi egy picivel jobban fogunk játszani. Amán bontogatnám, mit szólsz ehhez a sorsolás? Ez igazságos ez a sorsolás, hogy 6 csapat játék nélkül jut föl? Hát nekünk főleg savanyú szőlő nekünk, mert sokat nem tudtunk izgulni, mindjárt kihúztak az első párra bennünket. Nem igazságos, megmondom őszintén. Persze mondhatja az, aki nem játszik, hogy mi azért mondjuk, mert nekünk játszani kell, de most azért ugyanúgy küzdöttünk mi is a megyei első osztályban rengeteg a szomszédvár ellen, nagyon-nagyon jó meccseket játszottunk, megnyertük a bajnokságot, és most összehúztuk velünket a másik szomszédvárral, akivel tiszteljük, szeretjük egymást, és mindketten szeretnénk volna fölkerülni a NB3-ba, és egyikünk elbúcsúzik. Nem tartom igazságos, nem tudom, mi az igazságos, de ezt én nem tartom igazságos. Én mondok egy példát. Ha itt a kiesőben 4 párban van, 4 kieső, ott volt ugyan 6 feljutó játék nélkül, de mi lenne, ha 6 feljutó játék nélkül nem játék nélkül jutna fel, hanem a kieső ők játszanak még egy újabb oda-vissza meccset, akkor azt már elmondhatnánk, hogy játékkal esett ki valaki, vagy jutott fel. Igen, valószínűleg ez is egy kicsit jobb lenne, kicsit igazságosabb lenne, de hát igazából ez van, tudtuk, hogy így lesz, bizakodtunk még kedden reggel 9:58-9:59 perckor, 10:03-kor megdőlt, hogy játszanunk kell, hát nem tudunk mit csinálni, mi is szeretünk volna elmenni a szabadságra, a megérdemelt ünneplést megcsinálni, amit meg elhalasztottunk, úgyhogy mi még meg se tudtuk ünnepelni a megye egyet, és azt mondtam, hogy nem lehet, mert ez itt a fontos most, úgyhogy hát majd talán jövő héten, vagy valamikor, nem tudom, úgyhogy. Laci, köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm. Köszönöm, szia. Kedves nézők, Molnár Tamást látják, a Tatabányai labdarúgó csapat szakosztályvezetőjét. Kedves Tamás, hát gratulálok nektek, hogy itt idegenben egy 0-0-át tudtatok játszani, de mi ez? Nektek jó, vagy nekünk ez a 0-0?
Én azt gondolom, hogy pontosan azt az eredményt látjuk, amit előzetesen is a sorsolás után már predesztináltunk, hogy gyakorlatilag két csapatnak az olyan küzdelmét fogjuk látni, amin véletőleg egy gólos lesz valahol. Valahol el fog dőlni. Nagyon nehéz feladat volt itt a srácoknak az, hogy tulajdonképpen három éve megyéből folyamatosan küzdünk, és ezek a fajta igazi megmérettetések, ezek nem voltak olyan sokszor relevánsak, és most azt gondolom, hogy amikor kijöttek a srácok a pályára, nagyon szerettük volna, hogy esetlegesen egy 1-0-ás vezetéssel távozunk innen, de azt gondolom, hogy tényleg nagyon erős a Bicskének a csapata, és hát nagyon nehéz lesz már a visszavágó is, azt gondolom, hogy ez a 0-0 ez most egy olyan eredmény, amivel picikét mindenki megnyugodhat, viszont biztos, hogy a második mérkőzés az egy áldás csata lesz. Igen. Jó, de ez kinek jó az a 0-0, mert szerintem Bicskének biztos, hogy előnyösebb, hiszen ha rúg egy gólt, akkor már nektek az 1-1 nem elég, ott már győzni kell otthonatokban. Így van, ez matematikailag így van. Én nem tartom magam sportszakembernek. Én nem szoktam ezeket az esélyeket latolgatni, hogy melyik jobb. Én azt kell, hogy mondjam, büszke vagyok ezekre a srácokra. Én örülök neki, hogy most ezt a mérkőzést döntetlennel lehoztuk, és nagyon bízom abban, hogy az otthoni pályán sikerül abszolválni a mérkőzést, és innentől kezdve ennek a mérkőzésnek olyan komolyabb kitétje nincs. Sokkal fontosabb, hogy megismertük a Bicskének valódi erejét, és fel tudtuk mérni, hiszen azért nagyon sokszor játszunk ugye edzőmérkőzéseket, de az sosem olyan, mint amikor egy áldász küzdelemben és parázs mérkőzés van, úgyhogy bízom nagyon az otthoni győzelemben, de nem lesz egyszerű, ezt már lehet látni. Én egyébként azt mondom, most ennek a 0-0-nak így örülök. Azért jó csapatotok van, hiszen az utóbbi években sorra nyert a megye 3, megye 2, megye 1-et, és most itt a cél. De mellettetek van az önkormányzat, vagy kik támogatnak? Vannak támogatók? Komoly az elhatározásatok, hogy NB3-ba kellene, vagy szeretnétek jutni? Amiért nagyon meg vagyunk nyugodva így a háttérben, az pontosan az önkormányzat. Amikor 2,5-3 évvel ezelőtt ugye hát az akkori KFT-nk gyakorlatilag ellehetetlenítette az NB3-ben való versenyzést, akkor jött az önkormányzat részéről az ötlet, hogy próbáljunk meg az utánpótlás nevelő egyesülettel visszakerülni az NB3-ba. Ennek folyamataképpen próbáltunk egy olyan tudatos építkezést csinálni, amely gyakorlatilag a saját utánpótlásunkat táplálkozik. Gyakorlatilag amit most itt a pályán látnak, ezek valóban tatabányai gyerekek, és azért is látjuk, hogy mindig folyamatosan próbáltuk visszahívni azokat a srácokat, akik már mondjuk magasabb osztályban voltak, de az elsődleges szempontunk az a közösségépítés, és ebbe a közösségbe való visszacsatlakozást próbáljuk meg most picikét erősíteni, ezért is nagyon, nagyon örülök, hogy végre egy olyan csapat van a pályán, aki küzdhet az NB3-ért, aki valóban tatabányai. Tudjuk nagyon jól, hogy az erősítés az NB3-ba szükséges, de abban is biztos vagyok, hogy a jelen mérkőzés, amit most lezajlott, ez egy NB3-ba is megállná a helyét, hiszen sokszor ilyenkor keményebb csatározások vannak, mint egy-egy bajnoki mérkőzésen. Úgyhogy az önkormányzat azt kell, hogy mondjam, 100%-ban a csapat mellett áll, és nagyon sok olyan ígéret is van, amely ígéret volt anno, de beteljesült, tehát ebből tudjuk, hogy minden egyes ígéret az önkormányzat részéről az támogatást is jelent. Végezetül, mit szólsz a vendéglátáshoz, mit szólsz a körítéshez, mit szólsz a közönséghez? Lesz nálatok ennél több közönség? Vagy hiszen nagyobb a stadion, úgyhogy erről ennél csak többre számíthatunk a visszavágón. Ez is nagyon érdekes. El kell, hogy áruljam, hogy én nekem nagyon sok közöm 3 évvel ezelőttig a futballhoz nem volt, leszámítva azt, hogy én 10 évig futballoztam a Bányászba. És ugye mi találkoztunk Komárom-Esztergom megyének mindenki zugával, nagyobb városokkal, kisebb városokkal, megszoktuk azt a fajta háttér kiszolgálást, amiben részünk volt. És most ennek ellenére megérkezünk Bicskére, és kapásból hívtam itt a sportigazgató urat, az elnököt, hogy hát össze kell kapjuk magunkat, hogyha ezt a szintet szeretnénk hozni. Azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben elégedettek vagyunk, nagyon jól éreztük magunkat, jó meccs hangulat volt. Azt gondolom, hogy a csapat is teljes mértékben ki volt szolgálva azért, hogy itt egy jó mérkőzést lássunk. Én a magam részéről 100% fölé tenném a kiszolgást, és nagyon éreztem magam. Köszönöm nektek ezt. És köszönjük szépen. Hát, és nem kívánok sok sikert, hiszen egymás ellen játszunk, de találkozunk egy hét múlva, és akkor azt mondom, győzzen a jobb csapat. Így van, én is ezt tudom csak mondani, küzdjünk. Pont ezt beszéltük a Bicskei edző kollégával is, hogy bizonyára most az egyik csapat fel fog kerülni az NB3-ba. Bármelyik is lesz, az jövőre találkoznunk kell az NB3-ban. Úgy legyen. Köszönöm szépen, Tamás, az interjút. Kedves Fukmér, gratulálok a mai 0-0-ához. Ez egy rendkívül fontos mérkőzés volt számunkra, és meg az ellenfél számára is, hiszen az NB3-ba jutás a tét. Hogyan értékeled a találkozót? Én is ugyanaz gratulálok csapat, aki igaz, hogy nem nyertünk, de alakul egy 0-0. Szerintem ez egy
jó meccs játszott a minden kettő csapat. Mondom, én szerintem ez a igaz eredmény születe, mert neki is volt egy szüglet után volt egy-kettő veszélyes szituáció, nekünk is volt, meg a legnagyobb volt a vége fele 92. perc egy helyzetünk. Sajnos nem tudjuk berúgni, de meg vagyok elegedve mai meccsre. Most beszélj meg kicsit a taktikáról, hogy ha mi neki megyünk a Tatabányának, és mindenféleképp gólt akarunk rúgni, az jó lett volna nekünk, ha itthon rúgunk egy gólt? Vagy jobb volt ez a biztonságos védekezés? Ez a taktika most nem megbeszélés, ez a, ezt mondtam, ez a... Készülök ez a kettő meccs, ez egy kupa meccs. Azt mondja, hogy kettő oda-vissza van, és nagyjából meg vagyok elegedve védekezés, de előre játék nem. Ez nem, nem tudom hova tenni, megmondom őszintén, nagyon vagyok meglepődve, 2-3 teljesítmény. Nagyon gyenge. Talán nem a nagy melegre fogható az, hogy gyengé, mert tényleg gyengén játszott egy-két játékos, nem a melegre fogható a korai kezdésre? 22 játékos volt a pályára, mindenkinek meleg volt, de ilyen nem erről van szó, hozzáállás, jó volt, de döntés. Mikor, hogy mondom, fogalmazom, utolsó pillanatban egy döntés, rossz döntés volt, amúgy egyszerű, mert túl akarja bolonytani sok egyszerű szituáció ez a probléma. Tehát voltak lehetőségeink, csak a döntő pillanatban ugye nem jól választott a játékos. Nem beadta, hanem kapura vagy kapu mellé lőtte. Nem, most igen, ez a döntés, meg a minden, ez a gyorsan ki kellett végezni, mert volt lehetőség erre, nem tudjuk ez alakítani, ez kicsi, ez szomorú vagyok ebben. Na most Bukmér, ha úgy veszük, az a 0-0 nagyon jó, hiszen nem kaptunk gólt. Idegenben elég egy gólt tudni ahhoz, hogy egy újabb döntetlennel már mi is sunk föl, hiszen az idegenben lőtt gólok száma számít. Jó ez nekünk, ugye? Hát igen, jó lenne ott is nem kapni gól, de meglátjuk. Jó, igen, igen, csak azt mondja, megint ugyanaz esély van minden kettő csapat, mint a ideig. Hát szerintem visszavágó és jó mérkőzés várom. Igen, bizakodnak a tatabányai vezetők is, hiszen beszéltem a szakosztályvezetővel, az edzővel, ők is bizakodnak, hogy na majd a visszavágon. Na de hát te milyenek tartod a körítést, a vendéglátást, itt a szurkolói létszámot, hiszen óriási. Utóbbi 20 évben nem voltak ennyien Bicskei mérkőzésen, mint most ezen a találkozón. Ezért mondom, ez a csapat megérdemelte, ez a Bicskei csapat megérdemelte, és ezt mondtam, védekezés jó megoldottuk, előre játék, meg mindig nem volt ennyire jó. Ez a mai meccsen engem is kicsi zavar, de igazi, ezt mondom, rángadom, mikor húztunk sorsolás, tehát ebben ezt tudtam, hogy ilyen a meccs. Azért mondom, nem csak a pályára fog kidőlni, van itt sok minden oka, de igen, igen. Mindenki lehet bizony várni következő meccsek. Neki is jó, nekünk is, meglátjuk. Igen, mert mind a két csapat a maga megyéjében rendkívül magasan, torony magasan nyerte a bajnokságot, és itt én úgy éreztem, hogy egy kicsit taktikai harc folyik a pályán. Tehát nem volt az a bátor, agresszív, rámenős játék, amikor a hazai csapatnak egy gól kellett volna az, hogy legalább egy gólos előnyt szerezzen. Igen, igen, de ezt mondom, hogy vedek és megoldod, előre játék. Volt lehetőség, rossz döntés volt, és már túl vagyok ez a meccsen. Mondom, készülök a következő meccsen, szombat várok. Szerintem ugyanaz esély van minden kettő nagy csapat. Tehát akkor el is mondtad, hogy mi várható, ezt akartam feltenni ezt a kérdést, hogy mi várható 6 nap múlva szombaton Tatabányán. Egy döntetlen, vagy egy, hogy rúgjunk egy gólt, vagy az, hogy győzzük le a Tatabányát. Én tudom előre, akkor nem is játszok ez a meccs. Nem erről van szó, szóval várom egy jó mérkőzés, és majd meglátjuk. De én most azt kívánom neked, hogy győzzön, a jobb, az pedig legyen a Bicskei Tornaklub csapata. Köszönöm szépen, úgy legyen. Úgy legyen. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm.